Mára én a következő címmel hirdettem meg ezt a webináriumot, taníts kódolni a programozás tanítása tantártól függetlenül, igyekeztem ezt hangsúlyozni, hogy tantártól függetlenül, és nem is kifejezetten informatikusokat és informatikában, vagy programozásban különösen jártas szakemberekbe számítottam a mai sessionön, ugyanis jó magam magyar tanár vagyok, magyar nyelv és irodalom és drámapedagógia tanár, emellett a hobbi szinten foglalkozom programozással, és elsősorban leginkább olyan módon, hogy gyerekek figyelmét, érdeklődését igyekszem felkelteni a programozás iránt, és nagyjából odáig is tudunk eljutni, hogy ez megtörténik, kedvet kapnak hozzá, és ehhez megfelelő felületeket használunk, és ezekkel fogunk a mai napon is foglalkozni. Elsősorban általános iskolás és középiskolás korosztály számára fejlesztett programozási környezetekkel. Nem kezdeném nagyon messziről az előadásomat. Ja, még egy technikai dolog az előadás kapcsán. Úgy tervezem, hogy nagyjából egy fél óra lesz az, amit én klasszikus előadásként elmondanék, vagy beszélnék a programozásról, a programozás szerepéről, különösen arról, hogy miért egy kiváló képességfejlesztő eszköz szerintem a programozás, mint eszköz. Igyekszem minél több praktikus, és a praktikuson van itt leginkább a hangsúly, igyekszem minél több praktikus tanáccsal szolgálni, különösen azok számára, akik most kezdenék, vagy ötleteket, inspirációt várnak ahhoz, hogy hogyan programozzanak, akár az osztálytermen belül a diákjaikkal, milyen jellegű feladatokat csináljanak, és milyen támogatást, milyen segítséget találnak ehhez, és hát milyen programozási környezetekben érdemes mondjuk ezt leginkább elkezdeni. Rengeteg linkkel készültem, rengeteg olyan weboldallal, alkalmazással, amik ehhez jó kiindulást tudnak jelenteni. Ezért arra kérek mindenkit, hogy lévén, hogy a bemutatom anyagomnak a hivatkozása nem hívható elő ezen a módon a linkek révén, ezért a chat falra fogom kitenni mindig aktuálisan azokat a linkeket, amik kapcsán meg lehet nézni az adott alkalmazást, vagy az adott weboldalt, és ezt javaslom is, hogy ezeket sorba akár nyugodtan nyissa meg majd megfelelő időben mindenki, rövid időre akár elhagyva az előadást, két monitor használata esetén pedig ez végtelenül kényelmes tud lenni. Nyissa meg ezeket a weboldalakat, ezeket az URL címeket, és akár tartsa is meg a böngészőjében, ezek későbbiekben kimásolhatók lesznek. Viszont azt már most ígérhetem, hogy megfogjuk a digitális témahétnek a tudásbázisában az előadásnak, a mai webináriumnak a felvételét, ugyanúgy, mint a korábbiakét fel fogjuk tölteni, onnét letölthető lesz az a PPT, amit most használok, és abban hiperhivatkozásként elérhetők azok a linkek, amikről most beszélek. Még egy technikai dolog jutott eszembe. Kérnék mindenkit arra, hogy most vegyek ki a kis kézikont, mert egy másik kérdést szeretnék feltenni, és erre is szeretném látni az igenlő válaszokat. Ez pedig az, hogy lehet-e látni a Taníts kódolni címmel szereplő PPT-met. Aki ezt látja, az tegye fel a kezét, aki nem látja, az pedig fönt a menüsoron nézzen körül, és ott a címek közül ilyen ablakokat talál, hogy Quick Start Session Info, és mellette lesz egy olyan, hogy Taníts kódolni, erre kell ráklikkenteni, és akkor lehet követni az előadásomat, jó? Erre kérnék szépen egy készfeltartást. Hogyha valaki X-el jelölte, jó, az egész szűnt, az az X, jó, akkor ez látható, tehát akkor itt lesz követhető a PPT. És akkor visszatérve a témához, nem kezdenék nagyon messziről ahhoz megérkezni, hogy miért is fontos a programozás, miért is beszélnek olyan sokat mostanában a programozásról. A digitális kompetencia fejlesztésről mindenképpen, és azon belül kiemelten egyébként a programozásról, sokat hallani arról, vagy sokat hallani azt a kifejezést, hogy digitalizáció, akár a gazdaság kapcsán, akár a mindennapjaik kapcsán.
Ezen kívül megint csak eléggé hangsúlyosan bekerült a közbeszédbe az, hogy milyen informatikus hiány van a munkaerőpiacon. Ez egyébként nem magyarországi jelenség, mert hogy európai szinten beszélnek erről. Magyarországon 10 és 20 ezer közé teszik azoknak az informatikusoknak a számát, amit az IT cégek rövid időn belül fel tudnának szippantani, el tudnának helyezni. Európai szinten ez a szám ez 1 millióhoz közeli. És hát érdemes azt számításba vennünk, és érdemes azt látnunk, hogy a gazdaságban leginkább fejlődő képes ágazatok, azok mindenképp olyan ágazatok, amik ezer szállal kötődnek az informatikához és a digitális kompetenciákhoz. És mindezzel együtt pedig nagyon érdemes azt szem előtt tartanunk, hogy nem egy felmérés készült már arra vonatkozólag, és személyes tapasztalat is van ezen a téren. Persze ez nem egy felméréshez kötődik, de hogy lehet felméréseket is olvasni ezzel kapcsolatban, hogy a magyar diákok igazán kis arányban választanak informatikai szakmát, igazán kis arányban tanulnak tovább olyan területen, ami informatikához kötődik. Viszont ez zárójeles megjegyzés volt, meggyőznöm önöket arról valószínűleg nem kell, hogy érdemes ezzel foglalkoznunk, egyre intenzívebben kell foglalkoznunk, és át is nyargalnék inkább oda, amiről sokkal inkább szeretnék beszélni, hogy a programozás, az informatikai, vagy a digitális kompetenciafejlesztésen belül a programozás, az milyen fejlesztő hatású tud lenni, milyen kompetenciafejlesztési eredményekre számíthatunk abban az esetben, hogyha a diákokkal elkezdünk programozni. Én a PPT-ben egy szófelhőt pakoltam össze ehhez, alapvetően saját tapasztalatra építve, ahol sok olyan a kompetenciák, képességek közül fölismerhető megnevezéssel lehet találkozni, amelyek bizonyos esetben nagyon adottnak tűnhetnek, hogy mondjuk a programozás, mint tevékenység, az fejlesztő hatással van rá, bizonyos tekintetben kevésbé. A nagyon adottak között természetesen a digitális kompetencia, hogyha programozunk a gyerekekkel, az értelemszerűen fejlődik. A logikus, algoritmikus képesség, amire ma egyre inkább számítunk a diákok részéről, hogy ezzel bírnak, hogy ez a képesség ez jól fejleszthető, az megint csak azt hiszem, hogy a programozás ehhez egy eredményes eszköz, de természetesen, hogyha úgy fogalmazom meg a feladatot, már pedig én erre ösztönzök mindenkit, és magam is így teszek, amikor gyerekekkel programozunk. A probléma megoldó képesség fejlesztése megint csak adott gondolkodási kompetenciák, vagy kompetencia, és azon belül a képességek egész tárháza. Ezen kívül pedig kiemelnék kifejezetten olyan izgalmas tapasztalatokat, amik azt gondolom, hogy megint csak nem elhanyagolhatók e tekintetben, hogyha programozásról beszélünk. Rettenetesen szórakoztató. Végtelenül inspiráló a gyerekek számára. Ugye trendi eszköz használatról beszélünk ebben az esetben. Azt mindig nagyon szeretik. A programozás kapcsán sikerélménye van, lehet, leginkább van a gyerekeknek a tanulási folyamat során, sokkal inkább, mint hagyományos eszközöket használva mondjuk egy-egy kompetenciafejlesztés, vagy egy-egy kompetencia területfejlesztése során. Megtanulják azt a gyerekek, hogy hibázni lehet, csak ebben az esetben a hibát ki kell javítani. Hogyha én egy dolgozatot íratok magyar nyelv és irodalomból, és két hét múlva be tudom hozni nekik az eredményeket, akkor sokkal kevésbé számíthatok arra, hogy azon túl bárki, bármi más is érdekelne, mint hogy hármas alá, vagy négyes fölé. Viszont, hogyha programozunk, akkor egy rögtön azonnali visszajelzésem van arra, hogy az most működik, amit én ott leprogramoztam, amit az algoritmusban fölépítettem, vagy nem működik. Hogyha nem működik, akkor érdemes javítanom, már pedig remélhetőleg inspirál annyira az eredmény engem, hogy működő programot hozzak létre, hogy ezt meg is teszem ezt a javítást. Lehet hibázni. Ugyanakkor egy célhoz több úton is eljuthatok. Megint csak egy nagyon fontos tapasztalat a gyerekek számára, azt gondolom, hogy ezt felfedezzék, hogy fölismerjék. A programozás erre megint csak kiváló eszköz. Akárhány
feladatot adok ki gyerekeknek önálló programozásra, annyiféle megoldás születik, vannak ezek között jobbak, vannak kevésbé szerencsések, mondjuk amikor arra nem figyelnek oda, hogy egy algoritmust felépíthet 10 lépésből, de lehet, hogy praktikusan mondjuk 3 lépésből is. De hogy alapvetően azt megtanulják, hogy különbözőek lehetnek a megoldások, különböző módon elérhetik ugyanazt a célt. Ezek olyan tapasztalatok és olyan tanulságok, azt gondolom, amik mondjuk hagyományos eszközök útján sokkal kevésbé megtapasztalhatók olyan mértékig élményszerűen, mint ahogy az megtörténik a programozás során. Amikor programozásról beszélek, vagy programozás tanításról beszélek, akkor kevésbé szerencsés, hogyha valakinek mondjuk egy JavaScript program vagy kódsor ugrik be, vagy egy HTML kódsor. Amikor programozásról beszélek, akkor nagyjából ilyesmi típusú kódokról beszélek, mint amit most lehet látni a dián. Akinek ismerős az, vagy föl lehet ismerni ugye a bal felső sarokban a kodu programozási környezetnek egy néhány soros kódját lehet látni, a jobb oldalon a Scratch-ét, ezzel fogok egyébként a legtöbbet foglalkozni majd a későbbiekben, és alul pedig a Lego robot, az EV3-as Lego robotnak a programozási környezetéből egy rövid, néhány elemnyi részlet látható itt. Hogyha elszántuk magunkat, és hogyha meggyőződtünk arról, hogy érdemesebbe belevágnunk, de majd leginkább talán akkor jutunk el, amikor felismerjük, pláne kezdőként, amikor felismerjük, hogy jé, ezzel tényleg én is tudok mit kezdeni. Abban az esetben honnét érdemes elkezdenünk? Hát én mindenképp javaslom különösen a kicsikkel kapcsolatban, tehát mondjuk akár általános iskola alsó tagozatával elkezdeni a programozást, viszont ilyen esetekben, vagy ebben az esetben sokkal kevésbé mondanám azt, hogy üljünk le a gép elé és indítsunk onnét, sokkal inkább mondanám azt, hogy az angol szakirodalomban unplugged játékoknak, vagy unplugged tevékenységeknek nevezett programozásnak megágyazó tevékenységekkel érdemes talán leginkább kezdeni. Most tartanék egy annyi szünetet, hogy eljött az első olyan helyzet, hogy én akkor most a chatfalra bemásolnék egy csomó linket, amikre hivatkozok, azok itt elérhetők és megnézhetők, és kezdenék rögtön azzal, ami kifejezetten ilyen unplugged játékok gyűjteményére épít, ez a CS, vagy Computer Science Unplugged oldal, elérhető most már ugye a chatfalról ennek az oldalnak az URL-je. Itt kimondottan olyan játékokat gyűjtöttek össze, lényegében korosztályosan, mondjuk általános iskola első osztályától játszhatóan, amelyek jól megágyaznak a programozásnak, amelyek jól előre tudják vetíteni azt, és érthetővé teszik a gyerek számára azt, hogy mit jelent a programozást, hogy mit érdemes tudni, vagy hogyan érdemes közelíteni az informatikához. Hasonló gyűjtő oldal, azonban itt már nem csak kifejezetten unplugged játékokat találunk, ez a Tinker nevű oldal, megint csak az URL-t lehet látni a chatfalon, és a Barefootnak az oldala, vagy a Barefoot oldal. Itt már sok olyan játékot találunk, sok olyan feladatleírást találunk ezen a két oldalon, amelyek már számítógéphez kötődnek, ezek jó kezdést tudnak jelenteni a pedagógus számára is, még mielőtt elkezdeni a gyerekekkel a programozást.
Nem véletlenül másoltam ide ilyen nagyban a digitális témahétnek a logóját, ugyanis hogyha, és ezt lehet is látni ugye a chatfalon, hogy a digitális témahét tudásbázisára is történt itt egy hivatkozás, és ezt többször meg fogom tenni a későbbiekben is. Ugyanis a digitális témahét tudásbázisában igyekszünk a programozáshoz is számtalan eszközt, jól használható eszközt összegyűjteni és publikussá tenni. Kifejezetten a CS Unplugged oldalról elérhető, nagy számban már magyar nyelven is elérhető, ezt kiegészíteném, tehát már az oldalon is van jó pár olyan játékleírás, letölthető játékleírás, amik magyar nyelven elérhető, viszont jó pár nem, mi a maradékkal foglalkoztunk az utóbbi időben egy pályázat keretében, és ezek fordítással megtörtént. Amennyiben a CS Unplugged oldalon magyar fordítás, letölthető magyar fordítást nem talál a játékleíráshoz, abban az esetben érdemes körülnézni a digitális témahétnek a tudásbázisában, hogyha most ráklikkentenek, akkor lehet is látni talán, hogy a kereső kifejezés, ami alapján érdemes keresni, ez az informatika számítógép nélkül, így pakoltuk föl kifejezetten azokat a játékokat, amelyek unplugged játékok megelőzik, vagy megágyaznak a programozásnak, számítógép nem szükséges hozzá, és magyar nyelven egyelőre csak itt elérhetők. Aztán azért egy idő után az ember, hogyha programozok, akkor csak leül a számítógép elé, ebben az esetben megint csak számtalan segítségünk van ahhoz, hogy ezt elkezdjük, vagy ahhoz, hogy fejlesszük a tudásunkat ezen a területen, a jártasságunkat ezen a területen. Vannak azok a típusú alkalmazások, amelyek egy online elérés nyomán, ugyan nem érkezett még visszajelzés, de akkor rögtön ide is a hivatkozásokat azonnal bemásolom a chatfalra. Ezt el is küldtem. Tehát vannak azok a típusú alkalmazások, ilyen például a Code.org, vagy ilyenek például a Lightbot típusú játékok, amelyekhez nem csak, hogy nem kell letölteni semmit, de alapvetően itt online módban, egy browserből indítva lehet játszani ezeket a játékokat. Direkt programozási feladatokra vannak ezek fölépítve, direkt programozási feladatok szerepelnek ezekben a játékokban. A Code.org-on az alapvetően egy gyűjtő oldal, tehát vannak saját Code.org-os saját fejlesztésű játékok is, ezek adott esetben egyébként témához is kötődnek, vagy egészen frissek tudnak lenni olyan módon, hogy legutóbb például a Star Wars-nak a premierje kapcsán Star Wars figurákat lehetett mozgatni a programozás során. De hogy, ahogy említem, hogy ez egy gyűjtő oldal, itt számtalan más alkalmazásra történő hivatkozást is meg lehet találni. A Lightbotok közül én egynek az ikonját tettem ide, és egyet linkeltem be. Lightbot néven egyébként az interneten nagyon-nagyon sok alkalmazást lehet találni. Hogyha ránéznek erre, megnyitják egy browserben azt a linket, amit én most kitettem ide a chatfalra, akkor lehet látni, hogy milyen típusú feladatok vannak itt. Megint csak azt gondolom, hogy a rávezetés, a ráhangolás és az adott esetben egyébként komoly kihívást is jelenthet mondjuk egy Lightbotnál egy ilyen, annál, amit behivatkoztam, egy 10. pálya környékén már azért rendesen megdolgozza az ember fantáziáját és komoly kihívás elé állítja. Amikor viszont már ezeket a kötött játékokat, vagy ezek a kötött játékok már nem jelentenek olyan jellegű kihívást, mint első alkalommal, abban az esetben jöhetnek azok az alkalmazások, amelyek segítségével már fejleszthetünk. Alapvetően online játékokat, vagy letölthető játékokat. Néhányat megemlítenék ezek közül. Ilyen például az egyik egészen kreatív megoldás, és talán kevesebben ismerik, ez a Pencil Code, bemásoltam a kódját, rá lehet nézni. Ilyen a Microsoftnak a megoldása, vagy fejlesztése, a Touch Develop, ezt már kifejezetten nagyobbaknak ajánlanám, mert itt már a szöveg vagy tehát a karakteralapú programozásnak is szerepe van.
megint csak a nagyobbaknál nagyon jó használható és nagyon inspiráló tud lenni számukra ez a jobb alsó sarokban látható kis Android fejecske szerepel az ikonon, ez az App Inventor nevű alkalmazás, amivel mobil applikációt készíthetünk. Aztán nem tudom, hogy mennyire tudják, de hogy a Minecraftot a Microsoft felvásárolta. Ugye a Minecraft az egy nagyon izgalmas online játék, és hát, amitől különösen izgalmas és tanulságos számunkra, hogy lényegében minden gyerek Minecraftozik ma 8 és 14 éves kora között. A Microsoft felvásárolta ezt az alkalmazást, vagy ezt a környezetet, és Minecraft Edu néven a programozást is oktató felületet alakít ki hozzá. Az, hogy a szerver most Magyarországon már elérhető-e, az a legutóbbi információim szerint még nem, de jó eséllyel számíthatunk arra, hogy a későbbiekben ez is egy jól használható felület lesz a programozás oktatásához. És akkor most térnék vissza a kimaradt két programozási környezetre, az egyik a Kodu, hogyha kicsikkel valahol elkezdünk programozni, akkor mindenképp ezt javaslom első körben, mert hogy nagyon látványos, nagyon könnyen tanulható, nagyon sokat épít a Kodu, ez is a Microsoftnak a fejlesztése, nagyon sokat épít a Kodu arra, és nagyon erős vonal benne az, hogy építeni tud a gyerek, tehát online, online környezetben tud egy világot kialakítani magának, még mielőtt egyetlen programsort megírna a viszonylag egyszerű eszköz használattal, és ez leköti a legkisebbeket is. És ezt követően, hogyha azt szeretné, hogy megmozduljanak a játékosai, megmozduljanak a szereplői, történjen valami az ő játékában, akkor viszont már előjön a programozás. És a másik pedig, amit külön kiemelnék, és ezt az előbb említettem már, hogy ezzel foglalkoznék majd a későbbiekben a leginkább, ez pedig a Scratch. Mert hogy azt gondolom, hogy a Scratch az a programozási környezet, ami a legszélesebb spektrumban, korosztály tekintetében a legszélesebb spektrumban használható, egészen kicsikkel is el lehet már kezdeni, megint csak gondolok itt az általános iskola alsó tagozatosaira, és egyébként kihívást tud még jelenteni akár középiskolában is, úgyhogy én a Scratch-el szoktam leginkább programozni a gyerekekkel, nagyon szeretem ezt a programozási környezetet. Két dolgot említenék itt még meg, lehet látni a chat falon, hogy kitettem, ugye egyrészt Takács Valériának tananyagkészítés a Scratch programozási környezetben online elérhető, ingyenesen letölthető oktató anyagát, ami nagyon jó felkészülést tud jelenteni tanárként, hogyan kezdjék el a gyerekekkel programozni, és egy hasonló oktatóanyag elérhető blokk programozási nyelvoktatás, lehet, hogy a címet azt elírtam, minden esetre az URL alapján ez betölthető az App Inventorhoz, az megint csak jó kiindulást tud jelenteni az alkalmazás használatba vételéhez is. Ahogy az előbb ide is kitettem a digitális témahétnek, a logóját nagyban, megint csak nem véletlenül, és nem elsősorban a reklám miatt, hanem azért, mert a digitális témahét tudásbázisában számtalan jó gyakorlat, foglalkozás, leírás és segédanyag érhető el elsősorban mondjuk a Scratch programozáshoz. Az Unplugged játékokat, hogyha követik az alkalmazások, és hogyha követik a tényleges programozások, akkor azt hiszem, hogy egy következő lépés, és talán a programozási kihívások között az egyik legizgalmasabb, ehhez viszont már eszközt kell, ez ugye nem adott mindenkinek, az, hogy programoz robotot, mondjuk. Én ide három robotot jelenítettem meg, számomra az egyik legizgalmasabban és legsokrétűbben használható ez a Lego robot, a legújabb
megoldása ez az EV3-as, ugye korábban az NXT robotok voltak forgalomban, most az EV3-as a legújabb fejlesztése a Legónak erre a megoldásra. Aztán középen lehet látni ugye a Lego robot a bal oldalon, rajta is van az EV3-as megnevezés, aztán középen lehet látni a magyar fejlesztésű Kobi robotot, ami megint csak egy izgalmas megoldás, de számtalan mást lehet találni egyébként a piacon. Az alsó régióban Raspberry Pi, Arduino és Microbit névvel pedig olyan eszközöket szerepeltettem, amik nem kifejezetten, vagy ránézésre talán nem olyan adott, hogy robotok lennének. Ezek mini számítógépek, perifériák nélkül alapvetően csatlakoztathatunk hozzá perifériákat, emellett csatlakoztathatunk hozzá különböző szenzorokat és különböző motorokat, és ilyen módon robotokká alakíthatók ezek is. A Lego robotra visszatérve annyi, hogy megint csak bemásolt, vagy említett, vagy említek itt egy felhasználói kézikönyvet, ami jó segítség tud lenni. Ha valakinek mondjuk az iskolájában van, de még nem kezdte el, vagy elkezdte, de inspirációra vágyik, betettem a chat falra megint csak a megfelelő URL-t. Ez a kis Robertnek a robotika feladatgyűjteménye, ez most a közelmúltban jelent meg, szerintem az egyik legizgalmasabb és legjobban használható a Lego robot alkalmazásához. Külön ajánlások szerepelnek benne arra vonatkozólag, hogy milyen tantárgyi ismeretek átadásához, milyen képességfejlesztéshez használhatók leginkább az egyes feladatok. És egészen a kezdőktől ajánl feladatokat Robert hát ha nem is az igazán profikig, de azoknak is, akik már nem az elején járnak annak, hogy Lego robotot programozzanak. A digitális témahét logó szintén itt van, az URL-t bemásoltam a chat falra, ott a keresőszó az leginkább a Lego lesz. Most óravázlatokat, jó gyakorlatokat, ajánlások, módszertani ajánlásokat a digitális témahely tudásbázisában leginkább ehhez a Legóhoz lehet találni. Visszatérve a kiinduláshoz, vagy a címhez, hogy mitől is tud lenni tantárgy független, és miért izgalmas bevinni, vagy miért releváns bevinni mondjuk más tantárgyak óráira. Én kis szünet és másolom az URL-eket. Én hoztam 3 bemutató példát. Hoztam 3 bemutató példát, ezek elérhetők, megosztásra kerültek a robottábornak a scratch.mit.edu oldalán, vagy felhasználói fiókjában felelhetők, és egyébként mivel meglettek osztva bárki számára elérhetők. A legelső, ahonnét mondjuk programozást érdemes elkezdeni, és erre fogunk is nézni példát, animációt már egészen kicsikkel, teljesen kezdőkkel, viszonylag gyorsan és könnyen lehet készíteni, algoritmikus lépésekben le tudjuk programozni tényleg egészen egyszerűen azt, hogy megmozduljanak a szereplőink, hogy történjen valami előttünk. A következő lépésben akár interaktív animációs bemutatókat készíthetünk, hogyha ránéznek erre és a browserben megnyitják a bemutató kettest, akkor lehet látni, hogy ott már valamiféle aktivitást kér ugye a feladat a felhasználótól. Kérhetünk a gyerekektől ilyen jellegű, ilyen típusú feladatokat, kis tanulás után tudnak ilyeneket alkotni, és akkor lényegében egymásnak adnak feladatot, úgy, hogy maguk programozzák le a feladatot Scratchben. És a harmadik, ami pedig végképp az aktivitásra épít, mármint hogy a felhasználói aktivitásra épít, valakit én most bocsánat hallok a vonalban, igen, már nem, de megérkezett Attila közénk. Szia Attila, üdvözöllek, nagyon jó, hogy Brüsszelből be tudsz jelentkezni.
Egyelőre nincs olyan pörgés a chat falon, és nem merültek fel olyan kérdések, amikre válaszolni kéne, de azt köszönöm, hogyha ezt kezeled. Szóval visszatérve a példákhoz, a harmadik példám pedig egy olyan játékot lehet látni, ami egyértelműen a felhasználói aktivitásra épít. Az emberi légzőrendszer egyes részeit kell azonosítani úgy, hogy a felhasználó a megfelelő helyre húzza a megnevezéseket. Ezeket a példákat kifejezetten arra szántam, hogy lássuk belőle, hogy ilyen értelemben tényleg teljes mértékben tantárgy független tud lenni a programozási feladat, hogyha egy izgalmas és jó kihívásnak tekintjük magunk is, a diákjaink számára mindenképp az lesz, a saját tapasztalatom ez, abban az esetben bármilyen téma kapcsolható, akár az animációhoz, akár az interaktív feladatok megoldásához. És ezen a módon természetesen bevihetem egy magyar órára, bevihetem egy énekórára, vagy egy történelem órára is. Ígértem, hogy nem fogok sokat hosszan beszélni magáról általánosságban a programozásról, hanem sokkal inkább gyakorlatias, praktikus tanácsokkal szeretnék szolgálni. Egyrésztről jelentette ezt az, hogy bízom benne, hogy az ajánlott alkalmazások és weboldalak között találnak sok olyat, amit esetleg még nem ismertek, és ezek jól használhatók lesznek a későbbiekben. Másrészt pedig a továbbiakban szeretnék elkezdeni törökkel lényegében programozni, méghozzá a Scratch programozási környezetben, és megoldani egy feladatot, ami aztán megint csak visszatérve a címhez, tantárgy független, mert hogy bár a példánkból egy matematikai feladat fog kikerekedni reményeim szerint, de hogy alapvetően a kérdéseket cserélve, vagy a megoldási lehetőségeket cserélve más tantárgyhoz, más témához is bátran köthető az a feladat, amit most szeretnék megmutatni. Ehhez a következőt fogom tenni, megszakítom a prezentációnak a prezentációnak a bemutatását, és megosztanám a saját desktopomat. Ha minden igaz, akkor most reményeim szerint azt látják, amit én a számítógépemen egyébként okolok, viszont ahhoz, hogy ebben biztos legyek, kiteszem magamnak, a chatfalat tudom magamnak kitenni. Hadd kérjek néhány visszajelzést arra vonatkozólag a chatfalon, hogy mert ezt még technikailag nem próbáltuk ebben a WebEx rendszerben, hogy látható-e a monitorom, és most a scratch.mit.edu oldalt lehet látni. Jó. Valahol néhány egy visszajelzés jött. Jó, akkor ezek szerint igen. Köszönöm szépen, akkor innét folytatjuk. Igen, a kérdésre válaszolva lesz programozás, méghozzá most. A kérdés már nem látom, hogy mikor merült föl, de most szándékozok megkísérelni azt, hogy akkor itt összeraknék egy feladatot, hogyha valaki tényleg abban a szerencsés helyzetben van, hogy két monitorral tud dolgozni, akár meg is tudja valósítani ugye azt a feladatot, amit én most fogok mutatni, vagy végig tudja velem vinni ezt a programozási feladatot. A scratch.mit.edu oldalon, amennyiben megnyitják, és nem magyar nyelven jelenik meg, ezt a browser egyébként megjegyzi, úgyhogy nekem alap esetben most már magyar nyelven jelenik meg a felület, de amennyiben nem magyar nyelven jelenik meg, abban az esetben itt a legalsó régióban a nyelvet át lehet állítani, azért gondolom ez könnyebbség sokunknak. Miután megnyitottuk a felületet, ugyan én be vagyok jelentkezve a robottáboros felhasználói fiókomba, de hogy ez nem szükséges, rögtön tudjuk onnét kezdeni, hogy azt mondjuk neki, hogy alkos, és már is megnyitja nekünk a programozási környezetet. Attila jelzi nekem, hogy eltűnt a chatablak. Akinek eltűnt a chatablak, ő
kattintson fent a zöld fűrre, és ott elérhető, vagy onnét elérhető lesz a chat, az nem baj, hogyha kint van, mert akkor látjuk másnak a kérdéseit is, és hogyha én is oda valamit írok, akkor az megjelenik. Szóval, hogyha belevágunk az alkotásba, akkor már is lehet látni, hogy igazából letöltenünk semmit nem kellett, igazából azon túl, hogy a browserben megnyitjuk ezt a felületet, nincs semmi olyan háttér történet, amiről tudnunk kéne, ez itt kiváló, tapasztalatom szerint kiválóan működik, és itt online meg tudjuk írni a programunkat, tudjuk tesztelni a programunkat, tehát lényegében mindent meg tudunk tenni. Azonban a Stretch alkotói gondoltak arra is, hogy nem feltétlenül vagyunk mindig online, és mondjuk tanulói környezetben különösen nem, viszont lehet, hogy számítógépet elérünk akár offline. Erre az esetre találták ki azt, hogy letölthető szerkesztő felülete is van a Scratchnek. Ez a letölthető szerkesztő felület, ennél arra érdemes odafigyelni, hogy azt hiszem még mindig megtalálható oldalon, tehát hogyha csak egyszerűen a browserbe írjuk be Scratch, akkor nem feltétlenül azt a felületet, vagy azt az alkalmazást fogja kihozni, amit most látunk, vagy ehhez inkább hasonlót látunk, egy kicsivel másabb korábbi verziót, ugyanis ez a Scratch 2 elnevezésű programozási környezethez, vagy alkalmazáshoz hasonlít, úgyhogy azt javaslom, különösen, hogyha szinkronban dolgozunk időközönként az online felületen és az offline szerkesztőben is, hogy ebben az esetben mindenképp úgy keressünk rá, hogy Scratch 2, és ez kerüljön letöltésre. Hogy mit látunk a Scratch programozási felületen? Hát alapvetően azt, hogy van nekünk itt a jobb felső részen egy nevezzük tesztoldalnak. Lényegében a megvalósított programunkat itt tudjuk tesztelni, valóban azt csinálják-e a szereplőink, és valóban azt történik-e a háttérrel, amit beprogramozunk neki. A középső sávon három fül közül választhatunk, és alapesetben a feladatok fülön kell, vagy áll a látható rész. Itt innen tudjuk kiválasztani a feladatok közül azokat a programelemeket, ami alapján a szereplőinket programozzuk, vagy a programunkat megírjuk. Ezek közül majd jó pár példát fogunk nézni, és már is megmutatnám, hogyha a másik félre kattintunk, a jelmezeknél lényegében a szereplőkkel tudunk foglalkozni, a szereplőkhöz tudunk hozzárajzolni, tudjuk nagyítani, tudunk változtatni rajtuk, és emellett a jelmezeknek majd a tekintetben lesz szerepe, én erről nem fogok későbbiekben, tehát a mi példánkban nem lesz most róla szó, de az alapból elérhető szereplők, ilyen például a Scratch logóból ismerhető macska, nekik van úgynevezett tehát több jelmezük van, és ezzel olyan trükköket vagy olyan megoldásokat tudunk csinálni, hogyha ezt megfelelően programozzuk, akkor haladás közben a macska, mint egy járást imitálva, kockára-kockára változtatja a jelmezét, és ez pont úgy fog kinézni, mint hogyha szaladna, vagy mint hogyha ténylegesen menne. És van nekünk még egy fülünk, ez pedig a hangok, itt pedig értelemszerűen a hangokat tudjuk kezelni, az aláfestő hangokat, elsősorban a szereplőinkhez társított hangokat, vagy a háttérhez hozzáfűzött hangot, ami egy háttérzene tud lenni adott esetben. Visszatérnék a feladatokhoz, mert ugye ez lesz nekünk az alapvető eszközünk. És itt a nagy üres részen lényegében ide fogjuk megírni a programunkat. Ezt már is lehet látni a program elemeknél, hogy hát blokk programozási környezetnek nevezik az ilyen típusú programozási felületeket, vagy az ilyen típusú programozási eszközöket, mert hogy blokkokból fogjuk felépíteni a programot, minimális az, amit mondjuk karakterként be kell vinnünk. Természetesen ezeknek a blokkoknak megvan a adott esetben a JavaScript, vagy nem tudom milyen kódja a háttérben. Most a Scratch kapcsán én nem merném teljes biztonsággal állítani azt, hogy ezt mezői felhasználóként meg tudjuk nézni és bele tudunk nyúlni, de még az is lehet, hogy igen.
több olyan blokkalapú program nyelvről tudok, amelynél ez egyértelműen adott ez a lehetőség. Tehát ilyen értelemben a kezdeti próbálkozások és játékos próbálkozásokat követően ki tudunk lépni a tényleges szövegalapú vagy karakteralapú programkódba, és meg tudjuk nézni, hogy ott ez hogy is néz ki. De visszatérve a Scratchhez, tehát egyrészt látható az, hogy blokkokat fogunk használni, és blokkokból építjük a programunkat, másrészt pedig látható az, hogy színek jelzik számunkra azt, hogy milyen típusú blokkot használunk. Ezek közül mi biztos, hogy használatba fogjuk venni a mai programunk, az a mozgás típusú blokkokat, kékkel jelöli nekünk a rendszer, aztán ezzel a lilával a kinézet típusú dolgokat. Itt vannak azok is, amikor megszólalásra próbáljuk rábírni a szereplőinket. A hang típusú dolgok megint csak... Hát igen, ez talán nem is tudom, ha nem lilla, akkor javítsanak ki, de hogy a hang az mondjuk inkább lilla, a számomra a kinézet az meg nem tudom, talán ilyen mély lilla. Tollal nem fogunk most foglalkozni, az adatok közül fogunk foglalkozni, mit lehet kezelni a változókat többek között, ami elő is fog kerülni, és listát is tudunk létrehozni, ez erre ma nem fog sor kerülni. Az eseményeknél olyan típusú elemek lesznek, amik részünkre a használat, vagy ma a használatba kerülnek, mint hogy hogyan induljon el a programunk, és emellett még az üzenetérkezésekkor blokkot fogjuk használni. A vezérlés alatt sárgával, vagy világosbarnával találjuk azokat a blokkokat, amelyek logikai elemként szolgálnak a program az algoritmus építéséhez. Az értékelés közül is fogunk valamit használni, meg lehet majd nézni, hogy milyen típusú dolgok vannak itt, ha hozzáér valamihez az adott szereplőnk, hogyha megérint valamit, akkor mi történjen, és innen fogjuk használni egyébként a kérdezd meg blokkot a feladatunkhoz, és a műveleteknél pedig kifejezetten matematikai műveletek és logikai műveletek találhatók. A továbbiak az részünkről megint csak kimarad most. Visszatérve az alapokhoz, honnét is indítsuk a programozást, tehát nem honnét, hogy nekiállunk és rögtön elkezdjük. Padlizsán szín, köszönöm szépen, gondolom a kinézetet, vagy a hang, hát igen, padlizsán pedig... Olyan gyakran azért nem fogyasztunk. A hang, köszönöm. Jó, akkor az lesz a padlizsán. Minden esetre visszatérve, tehát a programunkhoz nem a blokkokkal fogunk indítani. Gyerekeknél is javaslom, különösen kisebbeknél, hogy érdemes onnét kezdeni, hogy hozzuk létre, alkossuk meg adott esetben a szereplőinket. A legegyszerűbb ebben az esetben az, hogyha a meglévő, a Scratchben elérhető elemek közül választunk. A szereplőkhöz tartozó alkalmazási lehetőségek azok itt lesznek elérhetők. A játéktér fogja jelenteni a hátteret, az pedig itt lesz elérhető. És ugye megnézzük a szereplők, új szereplők kettős pont után található ikonokat, akkor az első, ha ráviszem az egeret, azt írja két szereplő kiválasztásra a könyvtárból, van a Scratchnek egy saját könyvtára, innét is választhatunk szereplőt, én most nem ezt fogom megtenni. Alkothatunk is, ebben az esetben rögtön átvisz minket a jelmezekhez, ugye itt ez a fülek közüli választás. Ebben az esetben mi magunk rajzolhatjuk meg a szereplőnket, és aztán ugranék egyet, mert van arra is lehetőség, hogy a webkamerán keresztül saját magunkat tegyük szereplővé. Ez lehet egyrészt egyébként a webkamerának a használata, ez most egy kicsit zárójeles megjegyzés, az lehet egy statikus szereplőként való szerepeltetés lehetősége, de most már kinektes játékokat is tudunk csinálni a Scratchben a webkamera segítségével, abban az esetben nem innyit érjük el a kamerát. A kinektes játékban pedig, hát én konkrétan láttam olyat, magam nem csináltam még, de mutattak már olyat, hogy egy szereplőt a webkamera képemmel, amit egyébként háttérként betett a programba a megoldás, vagy a játék, vagy a megjelenített képemmel én a kezemmel igazgattam, vagy a kezemmel lögdöstem a szereplőt a megfelelő helyre. Ilyen jellegű
megoldásokat is lehet csinálni. Visszatérve az új szereplő választáshoz, én most azt a lehetőséget fogom választani, vagy azt a megoldást fogom választani, hogy fel fogok tölteni egy szereplőt. Ezt én most természetesen annak érdekében, hogy ne menjen ezzel az idő, előkészítettem. A szereplőmet, ahogy én ezt a lehetőséget kiválasztottam, be is töltötte a megjelenítő felületre. Most azt rögtön lehet látni, hogy ez nem az a méret, amire nekem szükségem lesz, mert hogy kitakar lényegében minden más. Úgyhogy már is átmentem a jelmezek fülre, és itt fogom alakítani a szereplőmnek a méretét. Érdemes azt praktikusan megjegyezni, hogy alapesetben pixeles képként teszi be a képeket, vagy húzza be a képeket a program, és így az alakítás az sokkal problematikusabb, viszont ad arra lehetőséget nekünk a Scratch, hogy vektoros képé alakítsuk itt a jobb alsó sarokban, van egy ilyen megoldás, és ezt most ki is fogom választani. Amennyiben vektoros képé alakítottam a szereplőmet, abban az esetben én könnyebben tudom kezelni egyébként a méretezését. Most meg fogom tenni, és kisebbre fogom húzni. Mondjuk ekkorára ez itt teljesen jó lesz. Szinkronban tudom egyébként a helyét változtatni a szereplőnek, akár a szerkesztő vagy a jelmezet külön, akár a bemutató felületen. Amikor ez megtörtént, erre fölhívnám a figyelmüket, hogy van egy nagyon fontos elem, ami nem szúr annyira szemet, viszont komoly bonyodalmakat tud okozni a későbbiekben. Ez pedig a középpontnak a beállítása, hogy a képnek hol értelmezze a program a középpontját. Hogyha én erre ráklikkentek, akkor kitesz nekem egy célkeresztet, ez a célkereszt pedig jelzi nekem, hogy most ebben az esetben a szereplőmnek a középpontját azt egyáltalán nem a szereplőmön helyezi el, ez valószínűleg a méretezés miatt csúszott el egyébként. Hogyha én visszahelyezem a közepére, rögtön eltűnik a célkereszt, utóbb tudom tesztelni, hogy most tényleg ott van-e már. Ebben az esetben át kell állítanom, tehát hogy vissza kell tennem ide a középponthoz. Most nekünk ez nem lesz életbevágóan fontos, és nem fog fönnakadást okozni a programunk tekintetében, vagy a játékunk tekintetében, viszont sok esetben, hogyha egy szereplőt forgatok, vagy a mozgása tekintetében meghatározó az, hogy hol van pontosan a középpont, akkor furcsa megoldásokat tud szülni, hogyha nem a képen, és nem ténylegesen valahol középtájon van, nem középtájon értelmezi a program a szereplőnek a középpontját. Ezzel most így rendben vagyunk. Miután megvan a szereplőnk, akkor érdemes betennünk egy hátteret. Még egy zárójeles megjegyzés. A szereplő kiválasztásánál, vagy a szereplő ebben az esetben, hogyha úgy töltünk fel a szereplőt, és azt használjuk, abban az esetben mindenképp javaslom azt, hogy lehetőleg gyerekeknek is ezt javasoljuk, PNG képet keressünk, és méghozzá olyan PNG képet, aminél a háttér nincs kitöltve színnel. Ugyanis, hogyha ezt így tesszük meg, akkor pont úgy fog kinézni majd a szereplőnk a háttéren, mint ahogy nálam is ez így lesz, nem takar ki egy fölösleges, fehér vagy akármilyen színű háttérrészt még pluszba a képünk, hanem kizárólag a kontúrok és kizárólag a színezett részek fognak látszani. Ez mindenképp szerencsés, mert az nem túl elegáns, hogyha van még egy nagy keretnyi négyzet mondjuk a háttérben, és úgy mozgatok egy szereplőt a programban szereplő hátteremen. Visszatérve a háttérhez, akkor most betölteném a hátteret, ezt is előkészítettem. Itt még egy kis
trükköt is megtettem, mert hogy a letöltött hátterem az nem volt eléggé halvány, és elveszett a háttéren lényegében a szereplőm. Ezért azt csináltam, hogy egy grafikus programban elhalványítottam a hátteret, és ezt töltöttem most be. Így nem zavaró a háttérnek a megjelenése. Erre egyébként kiváló eszköz például az ingyenesen letölthető GIMP alkalmazás, vagy hát most már számos más olyan grafikus alkalmazás elérhető, amiben egy ilyen műveletet meg lehet oldani. A Scratchnek a szerkesztő felülete ezt nem teszi lehetővé. Ha megvan a szereplőm és megvan a hátterem, akkor azt hiszem, hogy most még gyorsan átgondolom, igen, ezt a fölösleges szereplőt ezt innét kitörlöm, ezt úgy tettem meg, hogy jó klikket nyomtam a szereplőmön, itt a szereplő felirat alatt, és a törlést választottam. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor azt hiszem, hogy elkezdjük írni a programot. Praktikusan onnét érdemes kezdeni a programomat a logikus lépések alapján, hogy kiválasztom annak a módját, ahogy el fogom indítani a játékomat. Én leginkább ezt a megoldást szoktam választani, zöld zászlóra kattintáskor induljon el a program. Ebben az esetben akkor fog elindulni a program, amennyiben ide a zöld zászlóra klikkeltek, és ez jelezni is fogja nekem, hogy amikor a program lefutott, akkor visszavált ilyen sötét zöldre. Nem kockáztatom meg, hogy miért egy zöldet mondjak, hát ha nem az. De hogy világos zöld, amikor fut a program, és sötét zöld, amikor már lefutott. Nagyon egyszerűen tudok olyan jellegű megoldásokat létrehozni, és ezt már egészen kicsikkel el lehet ilyen módon kezdeni, hogy mozogjon a szereplőm és beszéljen a szereplő, minél fogunk mi is indítani. Praktikus tanács megint csak, hogy mondjuk a mozgásnak a beállítása, vagy a pozícionálásnak a beállítása, az még mielőtt a program blokkot kiválasztom, azelőtt szerencsés, ha megtörténik. Én a szereplőmtől most azt várom el, hogy ne itt jelenjen meg rögtön, amint elindítom a programot, hanem sőt, ő egyáltalán ne jelenjen meg. Ebben az esetben én kihúzom ide oldalra, és hogyha megnézik, akkor lehet látni, hogy az olyan típusú program blokkok, amelyek jelölik az ő pozícióját, azok változtatják az XY koordinátákat, tehát hogyha én változtatok itt a helyén a szereplőmnek, abban az esetben a program blokkokban ezek az adatok változnak, tehát nem nekem kell majd átirogatni, hogy akkor mennyi legyen X-ben és mennyi legyen Y-ban az ő koordinátája, hanem oda viszem, ahonnét szeretném kezdeni az ő programját, és aztán utána fogom kihúzni most ebben az esetben az ugorj programblokkot, ami egyébként azt fogja számomra jelenteni, hogy amikor elindítom a programot, minden esetben ebbe a pozícióba fog ugrani, leginkább el fog tűnni a képernyőről. Viszont a későbbiekben azt szeretném, hogyha ő megjelenne, úgyhogy már is ide húzom a játéktérre lényegében a játékosomat, megváltozott az összes olyan programblokknak az XY koordinátája, amelyek ezeket tartalmazzák, és most a csúsz parancsot fogom kiválasztani. Az ugorj és a csúsz között az óriási különbség az, hogy az ugorj az nem egy folyamatot fog jelölni, hanem egyszer csak egy adott pillanatban, amikor a program odaér ehhez az utasításhoz, abban a pillanatban oda fogja helyezni a játékosomat, amit az ugor XY koordinátáknál megadtam. A csúsz, az egy folyamatot fog jelölni ebben az esetben, és egy mozgásként fogom azt tapasztalni, hogy helyváltoztatás történik. Le is tesztelhetem rögtön egyébként, hogy történik. Igen, én most annyit szeretnék még beprogramozni, vagy annyit szeretnék itt megjeleníteni a kis animációban. Egyrésztről, hogy le fogom ültetni bajusz orr szemüveg tanárurat, ez megint csak a csúsz parancsot választom. Paraméterezni úgy tudom, hogy ahol erre van lehetőségem, mint például a csúsz parancsnál, hogy hány másodpercig történjen meg ugye ez a csúszás, egyszerűen belekattintok a megfelelő helyre, és beírok egy számot. Alapvetően számot, de vannak olyan programblokkok, ahol szöveget is adhatok meg, fogunk is ilyet használni. Beleírok egy számot,
Igen, a leüléshez ez egy másodperchez bőven elég lesz, odáig jutottam el a programommal, hogy lassan, komótosan bejön tanárbácsi és leül, még mielőtt kiadná nekünk a feladatot. A kinézet közül fogok választani egy olyan elemet, hogy még elegánsabb legyen a program kezdésem, hogy rögtön, még mielőtt elkezdődne a program, eltüntetem a szereplőmet, és aztán így is maradt, úgyhogy érdemes valahol valamelyik ponton megjeleníteni. És ugye sejtjük, hogy itt, tehát miután odaugrott a megfelelő helyre, még mielőtt elkezdene csúszni, jelenjen meg, és aztán menjen a helyére a szereplőm. Ha már a kinézetnél vagyunk, a kinézet programblokkoknál, akkor annyit mindenképp tegyünk még be, hogy szólaljon meg a szereplőnk. Az animációkban nagyon praktikus megoldás tud lenni. Szólaljon meg a szereplőnk, és mondja azt 2 másodpercig, hogy matekozzunk, mert hogy egy matek feladat lesz, ami a példánk lesz. Ha tesztelünk, akkor megint látjuk, hogy mi történik. Sokkal inkább hívnám most föl inkább arra a figyelmüket, hogy amikor fut a program, akkor a programozó felületen, tehát a programozási felületen egy halvány sárga körvonalat lehet látni a program blokkok körül. Ez jelzi nekünk, hogy hol tart egyébként a program, különösen majd akkor lehet ezt szemléletesen látni, amikor több ilyen blokkosított blokkunk lesz. Még egy elemet szeretnék ide betenni, sajnálatos módon ehhez tettem egy próbát, de ezt önök nem fogják hallani, viszont szerencsés lenne, hogyha a későbbiekben akár kipróbálnák. És nézzük meg ezt is. A hangok közül én ki fogok választani valamit, méghozzá egy ajtó nyikorgásra gondoltam, viszont ehhez először a hangoknál be kell hívnom, most én a könyvtárból fogom megtenni ezt a beképást, tehát ugye ehhez külön nem töltöttem le hangeffektet, de egyébként ingyenesen elérhető és letölthető hangeffektek óriási tárháza érhető el megint csak az interneten, úgyhogy akár ez is lehet külön feladat, vagy ez is lehet külön kihívás, megfelelő hangokat, hangeffekteket, hangaláfestést keresni a programhoz. Én most az egyszerűség kedvére azt fogom választani, hogy könyvtárból fogok kiválasztani egy hangot, méghozzá találtam egy ajtónyitó hangot, ezt a pukkot meg kiveszem, miért, már nem emlékszem, hogy mihez kellett. Azért is szeretném önöknek megmutatni a hangnak a kezelését, mert hogy nem csak, hogy kiválasztani tudom a hangot, hanem itt is lehetőségem van arra korlátozottan természetesen, de hogy szerkesszem a hangot. Az én esetemben most ez egy egészen hosszú hangeffekt. Én ideig nem szeretnék hallani egy ajtónyikorgást, különösen úgy nem, hogy én most azt szeretném megadni a szereplőmnek, hogy addig várjon és addig ne jelenjen meg, amíg az ajtó nyikorgás tart. Tehát én olyan hosszan nem szeretném, amilyen hosszan ez a hangeffekt most betöltődött, de van lehetőségem arra, hogy módosítsak rajta, és azt mondjam, hogy levágjam a felét ennek az effektnek, sőt, miután ez megtörtént, még elegánsabb az, hogyha azt mondom neki, ezt már a hatásoknál választom ki, hogy keverje le, tehát hogy ne egy ilyen éles váltással szűnjön meg a hang, hanem szépen halkuljon el. És miután ezt megtettem, visszamegyek a feladatokhoz, és a hangok közül ki tudok választani egy olyan megoldást, hogy játssza le ezt a hangot. Az ilyen típusú programblokkoknál, amikor van itt egy lenyíló lehetőség, akkor ez azt jelzi, hogy adott esetben lehet több választási lehetőségem is, és innét ki tudok választani valamit. Most az én esetemben ez a door click vagy check, ez az, ami elérhető, mert hogy csak ezt hoztam be a hangok közé, az elérhető hangok közé, úgyhogy értelemszerűen ezt ajánlja föl, és valószínű, ezt önök nem fogják hallani, de most történik meg a nyikorgás, és utána jön be tanárbácsi, és ül le, és mondja azt nekünk, diákoknak, hogy matekozzunk. Ennyit bőven elég tudni
és ennyit bőven elég látni ahhoz, hogy hogyan lehet már picikkel elkezdeni mondjuk animációt készíteni, akár közösen, akár kiadni feladatként, viszont innét lépjünk tovább, és próbáljuk meg minél inkább interaktívvá tenni ezt a feladatot. A következő lépés akkor az lenne, hogy én ezt a programblokkot, mivel ez a programblokk, ez lényegében miután lefutott, már nem kell visszatérnem ide, és igazából ezzel semmi dolgom nem lesz, praktikusan én most azt fogom tenni, hogy az események közül ki fogok választani egy olyat, hogy küldj üzenetet. Alapesetben beír egy ilyet nekünk, hogy üzenet 1, de hogy én az üzeneteket meg tudjam különböztetni egymástól, kiválasztom azt, hogy új üzenetet hozok létre, ez csak az üzenet megnevezése lesz, és beírom, hogy jöhetnek a kérdések. Ez lesz az üzenetnek a neve, és miután ezt az üzenetet most nem is kellett kiválasztanom, ugye, mert alapesetből, amit új üzenetet felvittem, azt betette nekem ide. Miután ezt a programblokkot betettem ide, ez lényegében egy olyan üzenet, ami lehetőség szerint el fog nekem indítani egy vagy akár több programozási blokkot, tehát blokkokból épült blokksorozatot adott esetben. Ehhez viszont meg kell adni a helyét, hogy hova érkezzen meg ez az üzenet, ezzel a programblokkal. Itt ki kell választanom, hogy melyik üzenet érkezésekor indítsa el ezt számomra a program, azt, ami ezután fog következni, megadtam neki, hogy jöhetnek a kérdések, és akkor most megadhatom neki, hogy mit szeretnék, hogy történjen azután, miután ez a kis animáció lefutott. Hát én most azt szeretném, hogyha tanárbácsi föltenne egy kérdést, van ehhez egy jól használható blokkom, ez pedig a kérdezz meg és várj. Ha ezt a blokkot használom, akkor lehetőség szerint be tudok írni klasszikus, be tudok írni egy kérdést, és nem csak, hogy be tudok írni egy kérdést, de ellenőrizni is tudom a választ. Ehhez vannak megfelelő blokkjaim. Ha ideig eljutok, akkor a következő fog történni, nyikorgás, amit önök nem hallanak, megérkezik tanárbácsi, 2 másodpercig azt mondja, hogy matekozzunk, a sárga vonal itt van, és megérkezünk. Megérkezünk oda, hogy tanárbácsi fölteszi nekünk az első kérdést a matek órán, hány éves a kapitány, és várja tőlünk a választ. Természetesen a program most még nem tudja, a játékunk most még nem tudja, hogy lehet, hogy mi a helyes válasz. Ehhez már rögtön egy olyan logikai elemet kell választanunk, amivel azonnal be is tudjuk vezetni az elágazás fogalmát, ugye a programozás során, hogyha nevesítenünk kell ezt a lehetőséget. Ki kell választanunk egy olyan elágazás blokkot, amely képes azt kezelni, hogy ha jó válasz érkezik, akkor mi történjen, különben, ez ugye azt jelenti majd, hogyha rossz válasz érkezik, akkor mi történjen. Most egyszerű a helyzetünk, mert hogy egy válaszos kérdésünk van, úgyhogy a műveletek közül ki fogok választani egy olyat, ami az egyenlőséget fogja jelenteni. Tehát amennyiben a válaszunk megegyezik valamivel, akkor én várok valamilyen hatást, ellenkező esetben valami mást hatást várok. A műveletek közül választottam ki ezt az egyenlőség lehetőséget, és az érzékeléshez visszamegyek, ahol a kérdezz meg és várj típusú blokkom volt. Itt alatta találok egy olyat, hogy válasz. Ez lesz az, amivel meg tudom neki adni, hogy a válasz milyen szempontból értékelje. Verde Gyulánál maradva itt meg is adom neki, hogy a válasz egyenlő 15. Tehát abban az esetben, hogyha a válasz 15 lesz, abban az esetben az történjen, visszamegyek, ez már ismerős lesz a kinézeteknél a mondra. Azért szeretem a mond 2 másodpercig használni, mert akkor nem maradott kiírva az, ami,
Tehát mond hello, és nincs utána két másodperc. Ez a típusú blokk, ez azt tudja, hogy kiíródik a kérdés vagy a válasz, és aztán ott is marad, tehát az a szereplővel marad végig, amíg ezt valamilyen módon el nem tüntetem akár program szintjén. Tehát én általában ezt szoktam használni, ezt a mond két másodpercig. És átírom a szöveget arra, hogy ügyes vagy. Mert hogy ebben az esetben jó a válaszunk, viszont, hogyha rossz a válasz, minden más esetben, az egyszerűség kedvéért most azt írom ide, hogy nem. Tesztelem a programomat. Megkaptam a kérdésemet, először beírom, hogy Először beírom, hogy 30 éves a kapitány. És kapok rögtön egy választ, hogy nem. A programom lefutott, befejeződött. Ha a másik tesztet teszem meg, és a jó választ fogom megadni a következő esetben, hát azt mondom neki, hogy 15 éves a kapitány, tanárbácsi megdicsér, és azt mondja, hogy ügyes vagyok. Nem túl nagy kihívás egy kérdéssel játszani. Különösen akkor, hogyha mindig újra kell indítanom a programot abban az esetben, hogyha rossz választ adok, még csak nem is próbálkozhatok egy újabb lehetőséggel, de adjuk meg ennek a lehetőségét a játékban. Visszamegyek a vezérléshez, és vezessük be a ciklusnak a fogalmát a tanulókkal, ha nem is nevesítjük, méghozzá egy végtelen ciklusba fogom befoglalni a válaszadásnak a lehetőségét. Ebben az esetben mi történik? Rossz válasz. Igen, egy hibát elkövettem, bocsánat, most nézem. Ugyanis a befoglalás az nem volt éppen megfelelő, mert a kérdést ugye újra meg kell kapnom. Rossz válasz. Két másodpercig hallhatom, hogy nem. Megpróbálkozhatok megint a válaszadással, még mindig nem sikerült. Beírom a jó választ, kírja, hogy ügyes vagy. De ebben az esetben, ameddig megírtam a programomat, mivel egy végtelenített ciklusba tettem be ugye a kérdezést, ezért marad az a megoldás. Attila, ha itt vagy még a chat falat esetleg, hogyha tudod kezelni, most látom, hogy Évától érkezett egy kérdés, hogy hogyan tud bekapcsolódni, mert hogy nem hall engem, hogyha ezt lehet, vagy valaki tud ebben segíteni, akkor én nem akasztanám meg a folytatást. Szóval visszatérve a programra, abban az esetben, hogyha így hagyom a programomat, akkor akár jó választ adok, akár rossz választ adok, mindenképpen újra meg fogom kapni a kérdést. Én ezt szeretném megszakítani, ezt a folyamatot. Ezt a folyamatot ezt talán már ki lehet találni az előzőekből, mondjuk egy üzenettel, egy üzenet küldésével viszonylag egyszerűen meg tudom tenni. Ugyanis, hogyha a jó válasz esetén megérkezik a visszajelzés, hogy ügyes voltam, és ezt két másodpercig olvashatom, és küldök egy üzenetet, egy program vége üzenetet, és ennek a megérkezéséhez, ugye itt átállítom, hogy nem a játék vége, vagy a játék, jöhetnek a kérdések, üzenet érkezésekor induljon el ez a programpont. Ehhez az üzenethez a vezérlésből kiválasztom azt a programpontot, hogy minden feladat álljon le, abban az esetben pontosan addig fog tartani a játékom, ameddig a jó választ el nem találom. Nem fárasztanám a próbálkozással most már a hallgatóságot, úgyhogy rögtön a jó válaszra tértem, és ugye lehet látni, hogy ezzel befejeződött, nem kapom meg újra a kérdést, ezzel befejeződött, lefutott a program. Azért az izgalmi faktort lényegesen lehet azzal növelni, hogyha tényleg nem egy kérdésre kell megtalálnom a helyes választ, azért most nézzünk arra megoldást, hogy milyen helyzet akkor, hogyha én azt szeretném, hogy adott esetben random módon különböző kérdések érkezzenek.
Ezért is maradtunk, vagy maradtam, vagy hoztam matematikai példát, ezt lesz a legegyszerűbb most megjeleníteni, de egyébként van alternatíva arra is, hogyha nem matematikai feladatot szeretnék megoldani ilyen megoldással, vagy ilyen játék keretében. De most nézzük ezt a matematikai példát. Én egy olyan feladatot szeretnék most a tanár úrral feladatni a játékban a hallgatóság, vagy a használók, vagy a játékosok számára, amelyben az érkező kérdés három egymás után következő számot fog tartalmazni, egy sorozat három tagját, és a negyedik tagot kell kitalálnia a játékosnak. Ehhez már, különösen ahhoz, hogy ezek random módon generálódjanak, ezek a számok, ehhez már be kell vezetnem a változóknak a fogalmát. Nem hiszem, hogy általános iskola harmadik osztályban teszem ezt meg, bár volt már rá példa egyébként a robottábor keretében, hogy valakivel ezt már simán lehetett kezelni, de minden esetre most feltétlenül meg fogjuk tenni. Az adatoknál találom a változó kezelésének a lehetőségét. Én most azt mondom, hogy létrehozok egy változót. Ez a változó, ez legyen az első szám. Mert ugye a sorozatomnak van egy szám, van három száma, ugye azt mondtam, amit meg fog nekem jeleníteni a játék. Az első változónk az legyen az első szám. De a másik kettőhöz is létre kell hoznom, ugyanis ezek is változni fognak ugye minden egyes kérdés feltevésnél, hogy az adott szám az konkrétan milyen számot fog jelenteni. Úgyhogy létre kell hoznom a második számot. És megteszem ugyanezt a harmadik esetében is. Létrehoztam három változót. Ezzel a három változóval tudom ezt a játékot, amit említettem, megvalósítani, vagy létrehozni. Megjelent a játékteremen a változóknak a kiírása, vagy tehát megjelentek a változók lényegében névvel és magával a számmal, ami ilyen értéket most jelen pillanatban hordoz a változó. Hogyha én ezt nem szeretném, hogy megjelenjen, akkor itt az adatok fülön egyszerűen a pipákat, innét kiszedem, és már is eltűnnek ezek, és a háttérben mozognak. Én természetesen nem szeretném, hogy ezek megjelenjenek, mert hogyha ezek bár a mi esetünkben most, bocsánat, visszavonom ezt a gondolatmenetet, mert hogy irreleváns lesz, tehát nem lesz fontos, hogy most ezt a játékos látja vagy nem látja, de elegánsabb így a megjelenése a játéknak, hogyha ezek nem láthatók alapból. Mit kell tennem ahhoz, hogy azt a játékot, amit az előbb említettem, azt le tudjam programozni? Hát először is szükségem van arra, hogy meghatározzam a sorozatnak az első számát. És mivel változóról beszélünk, ezért ezt változóként fogom meghatározni. Ehhez kell nekem ez a programpont, ha változó legyen valamennyi. Itt most az első számról beszéltünk, úgyhogy át is váltam ugye a változónak a megnevezését. Változó legyen valamennyi. Ez nekem semmiképp nem kihívás, hogyha a változó mindig nulla lesz. A műveletek között fogok egy olyat találni, ami a véletlen szám generálásban segít majd nekem, hogy legyen egy véletlen szám a változónk, az egyes változónk, és meg tudom adni neki, hogy milyen két szám közötti számot generáljon le. Itt most az egyszerűség kedvéért, hogy könnyen legyen tesztelhető, mondjuk számomra is, a 1 és 10 közötti értéket fogok megadni. Mivel a játék ugye egy sorozatról szólna, ezért meg kell határoznom, és azt is változóként, a második és a harmadik számot is, hogy ezeket már is behozom, ezeket a blokkokat. Most kiválasztom, hogy második, és kiválasztom, hogy harmadik. Az egyszerűség kedvéért a sorozatom most végtelenül egyszerű lesz. Mondjuk a sorozat soron következő száma az mindig háromszor akkora lesz, mint az előző. Ebben az esetben ezt úgy adom meg, hogy a műveletek közül kiválasztok egy matematikai műveletet, a sorzást. Visszamegyek az adatokhoz, mert kell a második szám meghatározásához lévő, hogy sorozatról beszélünk, egy első szám.
beillesztem a szorzásnak az első reményhez, és azt mondom neki, hogy az első számnak a kétszerese legyen a második szám, aktuálisan mindig valamennyi. A harmadik szám esetében ugyanezt megteszem, értelemszerűen ide a harmadik számot, bocsánat, a második számot fogom betenni. A második számnak a kétszerese legyen. Ilyen előfordul, amit most lehet látni, örülök is, hogy előfordult, legalább eszembe jut, hogy beszéljek róla. Sok bosszúságtól tud megkímélni minket, hogyha tudjuk, hogy mindig a blokkoknak, az ilyen típusú blokkoknak, amikor egyik blokkba be lehet tenni egy másik blokkot, az ilyen típusú blokkoknak mindig a bal széle az, ami hozzáérinthető, vagy hozzáilleszthető ahhoz a részhez, ami, ahova be akarom helyezni, és akkor nem járok úgy, mint az előbb, hogy kilökte az előző blokkot. Ebben az esetben rendesen be lehet illeszteni, tehát a harmadik szám az pedig legyen a második számnak a kétszerese. Hogyha ezt összehoztam, akkor igazából nekem megvan az a lehetőségem, hogy létrehoztam egy olyan blokkot, ami mindig generálni fog nekem egy olyan sorozatot, aminek a kezdőértéke mindig 1 és 10 közötti szám lesz, és a következő értéke, és a sorozat következő értékei, azok pedig mindig duplái lesznek az előzőnek, az előző értéknek. Lépjünk ezen túl, és keressük meg a helyét. Értelemszerűen, ugye itt a miután lefutott az animáció, ezt követően a jöhetnek a kérdések után rögtön érdemes legeneráltatni ezt a számot. És miután ez megtörtént, kicsit itt fel kell borítanom ugye az előző blokkosítást, miután ez megtörtént, utána történjen meg a kérdésfeltevés. Látszólag nem olyan egyszerű az, hogy én ezt a kérdést hogy tudom föltenni értelmesen a gyerekeknek, hogy véletlenszerűen megjelenítse ezeket a számokat, megjelenítse a sorozat első 3 értékét, ugye, hogy lehessen következtetni a negyedikre. Ehhez kell nekem egy olyan elem, amit megint csak a műveletek között fogok megtalálni, és olyan néven nevezi a felület számomra, hogy együtt, ebben az esetben több szöveges részt, vagy mint majd lehet látni, a változó értékét is be tudom illeszteni egymás mellé. Most praktikumból fogok kiindulni, és rögtön beteszek ide többet, és látni fogják, hogy miért volt ez fontos, és hogyan tudom ezt kezelni. Tehát ezeket egymásba lehet fűzni, és amikor ideig eljutottam, akkor írom be a kérdésemet, melyik a sorozat következő száma. Kérdője, kihozom innét takarásból. Melyik a sorozat következő száma? Ide viszont nem szövegeket fogok írni, mert akkor a fix, az mindig ugyanazt kérdezném meg számomra, hanem a változó értékét szeretném itt megjeleníteni. Most nézem, hogy még egyre lesz szükségem az együttekből. Igen, a változó értékét szeretném megjeleníteni, tehát visszamegyek az adatokhoz, jelenítse meg nekem az első számot. A második helyre, ez is egy praktikum, egy szóközt fogok csak betenni, vagy 2-t, vagy 3-at, mert hogy különben összefolynának ugye a számok. Megjelenítem a második számot, második és harmadik szám közé megint csak beteszek néhány szóközt, és megjelenítem a harmadik számot. Hogyha idáig eljutottam, akkor reményeim szerint én most tesztet nem teszek majd akkor, amikor már a válaszadás lehetősége is megvan. Hogyha ideig eljutottam, akkor véletlenszerűen egy sorozatot fog nekem generálni mindig a program, és nekem lesz lehetőségem arra, hogy választ adjak arra, hogy milyen soron következő eleme a program, vagy a sorozatnak. Hát ugyanúgy, ahogy ezt az előbb a fix válasz lehetőségnél csináltuk, behúzom ide ugye ezt a ha akkor különben blokkot, ezt az elágazás blokkot, és hát itt most megpróbálom praktikusan megadni a választ. Természetesen meghagyom ezt a blokkot, hogy valamivel meg kell egyeznie, vagy valamivel egyenlőnek kell lennie
a válasznak. Ez egyébként lehet szöveg is, ugye, abban az esetben, hogyha ha szövegesen várom a választ, ebben az esetben szám lesz. Viszont egy változó szám lesz, tehát én ide nem írhatok be egy fix számot, ezért ezt a változót, ezt meg kell határoznom, és ezt egy ugyanúgy, ahogy a sorozat előző elemeit, egy matematikai művelettel tudom meghatározni, tehát visszamegyek a műveletekhez, kiválasztom a szorzás műveletet, visszamegyek az adatokhoz, kiválasztom a harmadik szám megnevezésű változómat, és ide beírom, hogy ennek a kétszerese lesz ugye a negyedik eleme a sorozatnak, és ebben az esetben, hogyha ideig eljutottam, akkor ennek működnie kell, és jó válasz esetén fogja befejezni a programot. Viszont egy dolgot még nem tettem meg, ugye kivettem, kiemeltem innét a végtelenített ciklusnak a blokkját, hogyha ezt visszahelyezem, akkor addig fog ismétlődni a játék, ameddig jó választ nem fogok adni. Azt ugye ilyen esetekben, és a gyerekeknél ez gyakran problémát, hogy elsőre nem olyan egyértelmű és problémát okozhat. Ilyen esetekben azért azt pontosan meg kell találnunk, hogy a ciklusnak honnét kell elkezdődnie, tehát ennek az állandó ciklusnak, tehát az örökös ismétlődésnek honnét kell elkezdődnie. Ugye azt a véletlen szám generálást is bele kell foglalnom ebbe a mindig blokkba, különben ugyanazt a kérdést fogom újra és újra visszakapni. Nos, még egy utolsó rátekintés a programomra, és úgy látom, hogy ennek kell működnie, hogyha jobb klikket nyomok az üres területen, és azt mondom neki, hogy rendrakás, akkor elrendezgeti nekem úgy, hogy a legpraktikusabban nézzen ki a program itt a szerkesztő felületen. Amikor ez megtörtént, akkor pedig elkezdtem tesztelni. Oké, matekozzunk. Megkaptam az első kérdésemet, helytelen választ adok, igen, és kaptam az új számot, nem néztem az előbb, hogy de újabb sorozatot kaptam, így van, most akkor megadom a helyes választ, és akkor úgy zárul a programom, befejeződik, lefuttattam az egész játékot. Idáig akartam eljutni, ma este a Scratch programozásban. Természetesen kicsit bonyolultabb és újabb elemek behozását is igényli az, hogyha én szöveges kérdéseket szeretnék feltenni, és mondjuk adott esetben ezeket a szöveges kérdéseket random módon megjeleníteni a gyerekek számára. De hogy ez sem lehetetlen, egy jó példát ajánlanék is hozzá, és ezt szívesen mondom, hogy a robottáborban készült, akár gyerekek, akár általunk pedagógusok által készített programokat, azokat mintaként jól lehet használni. Azt javaslom, hogy a scratch.mit.edu oldalon a keresésbe azt érdemes beírni, hogy robottábor. Erre a kereső kifejezésre ki fogja hozni azokat a játékokat, azokat a feladatokat, amik a robottábor akár szakköri foglalkozásain, akár tábori foglalkozásain készültek, és ezek közül lehet válogatni. Lesz egy olyan, és amiről most beszélek, hogy szöveges kérdéseket tegyen fel random módon a játék, lesz egy Pac-Man, aki ismeri a Pac-Man figurát és jellemző hátterét a Pac-Mannek, az föl fogja ismerni, és a Pac-Man játékot, hogyha valaki megnézi, a Scratch, ezt még nem említettem, de a Scratch online felülete lehetőséget ad arra, hogy nem csak játszani tudjuk ezeket a megosztott játékokat, hanem belenézzünk, vagy akár lementsük magunknak a programot magát, és akár online bele is nézhetünk a programba, tehát visszatérve a Pac-Manre, az egy jó példa tud lenni arra, hogy szöveges feladatot hogyan lehet random módon kiíratni ilyen jellegű játékban. Ehhez már a listák létrehozását és listák használatát kell alkalmazni. Nos, ahogy az előbb említettem,
Azért most már cirka másfél órája foglalkozunk programozással, és programozunk. Én most valamikor be is fejezném az egyoldalú, vagy ilyen értelemben egyoldalú kommunikáció részét és az előadás részét a mai sessionnek. Azt gondolom, hogy, és mindig ez a benyomásom, hogy ilyen jellegű feladatok, és ilyen programozási környezetek, mint például a Scratch is, amire néztünk példát, nagyon inspirálóak a gyerekek számára, meglepő módon olyanok is bevonódnak, és olyan gyerekeket is meg lehet szólítani vele, akiket egyébként mondjuk más módon sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem. Remélem, hogy sikerült azt elhitetnem, hogy viszonylag könnyű megtanulni, és könnyű elkezdeni a blokk alapú program környezetekben, vagy program nyelvekben a programozást. Kifejezetten tényleg arra fejlesztették ezeket, és arra találták ki ezeket, hogy gyerekek számára segítsék a programozásba való bevonódást. És hát azt azért érdemes szem előtt tartani, hogy mondjuk abban a szakaszban, amikor kedvet szeretnék csinálni a gyereknek ahhoz, hogy programozzon, abban a szakaszban tényleg egy JavaScript kóddal valószínűleg sokkal inkább elveszem a kedvét, mint meghozom, még hogyha annak van is valami eredménye, ide kell tennem azt a programnyelvet is, ami még én tanultam annak idején programozni, több-kevesebb és inkább kevesebb sikerrel a Turbo Pascalban. De hogy ilyen módon, amikor lényegében Lego kockákból hozok létre olyan programot, és alkotok vele olyan játékokat, mint amire néztünk is példát, vagy ezer másik lehetőségünk is lehet, az mindenképp nagyon inspiráló, és meg tudja hozni a kedvét a gyerekeknek. A robottábort már említettem, mint használható forrást jó példák keresésére. Egyébként a robottáboron túl persze rengeteg más olyan feltöltött feladatot, vagy játékot, alkalmazást lehet találni a scratch.mit.edu-n. Jól kerestve ezeket ki is lehet szűrni, annyira nem jó a kereső funkciója egyébként ennek a felületnek, de találomra is rá lehet találni nagyon izgalmas megoldásokra. Sok esetben még nem csak számomra, de megkockáztatom, hogy programozásban nálam is jártasabb ember vagy felhasználó számára is jelenthetnek kihívást. Számos ilyen megoldásra is lehet találkozni. Ezek egyrészt nagyon inspirálók tudnak lenni, másrészt pedig sokat lehet belőlük tanulni, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy ott érdemes körülnézni. Hogyha van kérdés, akkor én szerintem egy 5-10 percet még mindenképp rászállnék arra, hogy a kérdésekre válaszoljak, és utána zárnám be a sessiont, és köszönöm szépen a figyelmüket.